Köszöntjük az idei év első videóblogjának kedves nézőit, ezúttal nem a Várhegy tetejéről jelentkezünk, hanem a Várhegy nyergéből, és a mögöttem látható két épületet fogjuk közelebbről szemügyre venni. Az apropóját ennek a jelentkezésünknek az adja, hogy rövidesen a látogatók számára is megnyílnak ezek az épületek, és a Várhegy iránt érdeklődő turisták különböző érdekes tartalmakat találhatnak ezekben az épületekben, és megmutatom, hogy miről is van szó. A Vár látogatóközpont már néhány évvel ezelőtt elkészült műszaki átadása is megtörtént, de a folyamatos fejlesztések miatt a rendszer szintű használata még nem indult meg. Itt egy olyan tabló kiállítás készült el, ami a vár történetét foglalja össze laikusok számára is fogyasztható, emészthető formában, nagyon sok képpel, grafikai elemmel dúsítva. Aki a vár története kapcsán bővebb információra vágyik, az ebben a kiállító térben megszerezheti majd ezeket. Az épületben egy kis moziterem is helyt kapott, ahol a vár történetével, feltárásával, örökségturisztikai hasznosításával kapcsolatos filmet nézhetnek meg a kedves érdeklődők, aminek a különlegességét az adja, hogy különböző 3D-s grafikai elemeket is láthatunk benne, amik a vár történetnek egy-egy fontos epizódját teszik élményszerűvé. Egy kis ajándékboltot is összeállítottak itt a tervezők, és ennek a tartalmi fejlesztését, árukészlettel való feltöltését kezdtük el. Itt a várhoz kapcsolódó különböző apró szuveníreket lehet majd megvásárolni. Hűtőmágnes például, vagy egy olyan iránytűt, ami nem mindig ugyanarra mutatja az éjszakot, viszont nagyon jó kis logóval van ellátva. A tavaly nyáron elkészült másik épület, ha lehet még az előzőnél is izgalmasabb és érdekesebb, itt egy hibrid funkciói épület jött létre, amiben egy büfé, egy nagy kapacitású vizes blokkegység, illetve egy ajándékbolt kap helyt. Az ide érkező remélt nagyszámú turistáknak a kiszolgálása véget készült el mindez. És ami különlegessé teszi és számomra különösen kedvessé, hogy a várral kapcsolatos grafikai elemekkel van feldíszítve, berendezve ez az épület, nagyon ötletes és nagyon formabontó megoldásokat alkalmaztak itt a grafikusok, az SNC Art és a Pazirik Kft. Munkatársainak a ötletelése nyomán alakult ki ez a belső építészeti megjelenés, ami azt hiszem, hogy egy vizuálisan nagyon vonzó és izgalmas épületképét tárja elénk. Ezt nézzük meg egy kicsit közelebbről. Gyerekkoromban nagy kedvenceim voltak azok a képek, azok a 3D hatású képek, amiket ha eltérő szögben néztünk, akkor eltérő ábrát látunk rajta. Volt, amikor volt a néni melltartó, volt, amikor nem, illetve ki volt nyitva a dinoszaurusz száj vagy becsupa. Ezeket nagyon szerettem, és most ez a legújabb kedvencem ezen a vár látható, ami az ásatás egyik pillanatképét, illetve az ebből elképzelt lehetséges rekonstrukciónak a képét mutatja, attól függően, hogy jobbról vagy balról nézünk bele. Ebben az épületben is helyet kap majd egy ajándékbolt, amelynek a falai a vár történethez kapcsolódó oklevelek, források reprodukciójával, illetve a vár birtokosainak életrajzi adataival vannak feldíszítve, egy nagyon izgalmas grafika látható itt is, ami egy kicsit ilyen kiállítási interiőr jelleget ad ennek a térnek, és hát, ha itt majd berendezzük a különböző kiadványokkal, ajándéktárgyakkal, akkor pedig valóban egy nagyon-nagyon izgalmas ajándékbolt alakul itt majd ki. Az elfogultságomat leszámítjuk, akkor is talán helytálló az a gondolat, hogy az ország egyik leghangulatosabb vizes blokja készült itt el Sátoraljóhelyen ebben a fogadó épületben, ahol szintén nagyon különleges várhoz kapcsolódó grafikai tartalmakat, nagyon ötletes, helyenként vicces megoldásokat láthatunk. Itt tulajdonképpen a mosdó használat is élményszerűvé válik. A toalett használat előtt pedig arra is lehetőségünk van, hogy a vár történethez kapcsolódó eseményekkel, kiemelt évszámokkal, fordulópontokkal megismerkedjünk, amit én is nagy érdeklődéssel böngésztem, és a lelkesedésem akkor hágott a tetőfokára, amikor az egyik toalett ajtón a saját nevemet is felfedeztem. Nyilván adná magát a gondolat, hogy innentől csak ide járjak, de ez nem teljesen életszerű, viszont jó tudni azt, hogy van egy ilyen mosdó a városban, ahol a nevem fel van írva. A tervek szerint mindkét épület rövidesen üzemszerűen nyitva lesz. Az a terv, hogy eleinte egy előre meghirdetett időpontokban lehet megnézni majd a látogatóközpontot és vezetett túrákkal megközelíteni a Várhegyet és az ottani feltárási területet, illetve a mögöttem látható büfé is valószínűleg a nyári szezontól már nyitva lesz és várja azokat a látogatókat, akik szeretnének elfogyasztani egy finom kávét vagy egy sós süteményt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, ha még nem tették meg, kérjük iratkozzanak föl a Kazinczy Ferenc Múzeum YouTube csatornájára, ahol további érdekes tartalmakkal várjuk Önöket. Remek kávé a sós sütemény, igazi főnyeremény, valahogy mégis más nyitva.